És hát akkor el is kezdeni ezt a ilyen történetet. Egyszerűen megyünk a garázsba, és választjuk szemmel a nagyon-nagyon híres Lotus-át. És hát ez az a helyzet, amikor olyan csak tudjuk majd ezt a történetet. Mert higgyétek el, hogy olyan mutatítanak. Kinézek balra, kinézek jobbra, és ott látom a szélét a kocsinak. És nem hiszedem, hogy ez. Mert itt a felirat, stb. Hát ott közelíteni, hogy így megtudni ezt az egészet. Én nem tudom, a kétdimenziós videó, hogy fogja ezt visszaadni. De gyakorlatilag átjön szennemnek a felirata. Semélytelenes, tehát egyszerűen látszik, hogy a textúrák vannak megcsinálva, hogy ez egy fantasztikus dolog. Tehát így végig tud semmi a feliratom, és ránéz a szemmelre, ami a szemmát követett. És akkor betűzgélt a kis kocsijába, és higgyétek el, vannak itt távolságok, a széle az egésznek, benézel és gyakorlatilag mindegy, hogy ott jut volna a király. Tehát elmentünk hátra is, problémamentesen. Beemlők, kerék, a kutyír felirat, gyakorlatilag most rázunulok, és nézem, és gyakorlatilag az elf, benézek a motorhoz, bemelegítője az egésznek. Hát ebbe a kocsiba bizony most beülünk. Meghoz egy ilyen Vigier Drive-ba. Hát sajnos Imola nincs, vagy szerencsére. Ezért, én Mozart választom, mert most mehetnénk Brazíliába, de gyakorlatilag itt a Moza is megteszi a hatását. Van egy nem sikános verzió. Egy ilyen naplementés verzióban, ahol nem a Roadstert választom, hanem gyakorlatilag Ayrton Senna-nak a kocsiját, ami egészen fantasztikusan néz ki a menüben is. Kíváncsi várom, hogy a vezetés milyen. Itt egy másik hasonló autót fogunk párbajként megkapni. A VR-ban nincs lehetőség 30 fős versenyzésre. De hát, kezdett belőle a VR szekérbe, az úgy nem volt a szállítás, hogy szerintem a VR-ban. Nagyon kevés.
spécés vére rendelkező gépztárosok, a Xbox gyökérkedéssel foglalkozók, hát nem nagyon reklámozzák ezt. Világ viszont a rendelkezők, hiába foglalkozók, lelkés kollégámnak mindazat jelentek, stb. De milyen játékoknak az a átvágtam a sikert. Gyakorlatilag az órában, amely nézek, látszik. Köszönöm,
ennyi volt, gyerekek. Egyszerűen 4 perc alatt 2 kört letoltam hozzá, mert nem túl jó, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élmény, és jön engem. Örülök, hogy velem tartottatok, úgyhogy ki is kapcsolom picit. Kaptam egy kis pénzt is, meg stb. Experience-t. Hát talán még a visszajátszásra azt mondom, hogy tényleg maradhatunk. Nézzük meg ezt a visszajátszást. Ami sajnos nem járul még már, hanem két délbe. Fogtok látni a 3D-ből.